Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Tehát indulunk az első kérdéssel. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt az egerek eltávolítanak valamit. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. A kérdés az, hogy mit távolítanak el az egerek. Az lehet, hogy itt vannak félelmek, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban is, fél attól, hogy elveszít téged. Amit még az egerek el tudnak távolítani, itt a lehetőségek. Van itt két ablak, ezek a lehetőségek, itt van a szerencse, és lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy élhet ezzel a lehetőséggel, ami szerencsét hoz számára, de az egerek ezt a lehetőséget eltávolították. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt látható ez a horgony, az jelenti a stabil érzelmeket, vagy a ti párkapcsolatotokat, ahol ő úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. Itt a kulcs kinyit egy ajtót, tehát lesznek majd lehetőségek. Amit a horgony még jelenthet, az ő munkája, a hivatása, hogy szeretne a munkahelyen valamit változtatni. Akkor is, ha az egerek a szerencsét kezdetben eltávolították, mégis megvan a magabiztonsága, és él a lehetőséggel, hiszen a kezébe veszi a kulcsokat, ami utal az önbizalmára, és ezzel ki tud nyitni egy ajtót. Ezek a lehetőségek. És amit még jelent a kulcs és a nyitott ajtó, hogy nyitott lesz érzelmekről, tervekről beszélni. Mit fog tenni? Itt látható a hold. A hold jelentheti az anyukáját, az anyai témákat, jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, tehát álmodik, vagy álmodozik rólad. És mi az álom? Hogy itt legyen mozgás, hogy végre előre menjenek az események, és legyenek változások. Azt is jelenti ez a kép, hogy útban van hozzád. És mi fűz össze benneteket? Itt ez a levél, és ez a pecsét, és ez egy tuti dolog, ha ez le van pecsételve, tehát biztos a dolgában. Azon kívül átnyújt számodra valamit, ez egy hír, lehet egy szerződés, vagy vannak elvárásai, hogy te hívd őt meg, legyen ez a meghívás, és akkor már útban van hozzád. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.